Na, az elejétől. Szóval, emlékszem, amikor 2014. január 14-én összejöttünk, és rá pár napra, nem akkor, amikor összejöttünk, mondtam, hogy nézzünk meg egy filmet, abban, amiben a csajszi egy csillag valójában is leesik az égről, és akkor a csávó, aki megtalálja, abba beleszeret, és benne van a Robert De Niro is, azt hiszem, tudod, van az a film, amit nagyon szeretek. Na mindegy, szóval szoktam olyat csinálni, hogy ilyen régi filmeknek a szereplőit megkeresem Instagramon, hogy amúgy mi történik velük, meg ilyenek. Tudod, van az a film, biztos tudod, nem emlékszel rá, jó, mindegy. Szóval, van az a film, és volt, tudod, mi cések voltunk a középiskolában, és volt a B-ben egy csajszi, és vele beszélgettem egyszer szünetben, és ő mondta, hogy szereti ezt a filmet, és mondtam, hogy basszus, én is nagyon szeretem azt a filmet, ráadásul nekem a kedvenc filmem, és neki volt egy srác, akivel járt, szerintem kavartak, nem jártak teljesen, de te beszéltél vele pár szót, szóval mi voltunk cések, a csajszi volt bézs, és a D-ben járt a srác, és te mondtad, beszélgettél vele pár szót, tudod, neki van az a fekete haja, kicsit ilyen emós kinézetű volt, és mindig ez zamarú volt a szünetben, tudod? Nem tudod? Nem hiszem el, Norbert, nem tudom elmesélni a történet, pedig ez lényeges. Na mindegy, és akkor volt a srác, és tőle kérdezted meg, hogy hol van a bioszóra, hol lesz a bioszóra, és akkor megmondta neked, hogy körülbelül a harmadik emeleten van. Na és akkor visszatérve az Instagramra, meg a filmre, rákerestem a csajszira az Instagramon, és hát igazából már nagyon nem csinál filmeket, szóval amúgy volt ez az egy filme, és nagyon nem csinál azóta filmeket. Na mindegy, és akkor van a B-ből az a csajszi, akit megtaláltam szintén Instagramon, és képzeld el, hogy nem hiszem el, nem érdekel, amit mondok. De folytasd. Jó, folytatom.